amelyeken 791 úgynevezett mikotoxin vizsgálat volt, vagyis a gombák által termelt toxikus mérgező anyagoknak a vizsgálata, 299 fuzariotoxin, tehát a fuzárium gomba által okozott speciális probléma, amiről képviselő asszony is beszélt, ez az úgynevezett dontoxin, amit ezek a gombák növényi kórokozók termelnek. Ebből a 299 mintából 17 minta határérték feletti dontoxin tartalmat mutatott. Egészen pontosan 2 búza, 5 búzaliszt, 1 búzakorpa, 6 száraz tészta, 2 ostya és 1 kenyér minta volt a megengedett határérték feletti tartalommal jellemezhető. Ez körülbelül 6%-a a vizsgálati mintáknak, tehát egyáltalán nem elhanyagolható mértékű ez a probléma. Szeretném megjegyezni, hogy a 2010-es év egy kifejezetten csapadékos év volt, és itt a klímának jelentős szerepe van, de egyéb dolgok is befolyásolják jelentősen, hogy mennyire szennyezettek az élelmiszereink. A helyes mezőgazdasági gyakorlat. Ezért van az, hogy abba az irányba szeretnénk változtatni a mezőgazdaságot, hogy egy minőségi termelési rendszerek irányában változzon meg a gazdálkodás, vetésforgó alkalmazása, megfelelő fajta használat, és ez a gabonatelítettségnek a csökkentéshez hozzájárulhat az egészséges élelmiszerek termeléséhez. Fenntartjuk a megemelt szintű vizsgálati mintát ebben az évben is, bár ebben az évben nem olyan magas a csapadék és a páratartalom, tehát várhatóan kisebb problémáink lesznek. És nyilván a élelmiszer törvény további szigorítása, különösen a szankciókat illetően a további szigorítás lehet az, ami segíthet, és ezzel az ellenőrzések számának a növelése is növelheti ezt az élelmiszerbiztonságot. Azt hiszem, ebben az irányba muszáj is tovább lépjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés! Pál Tibor, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Megőrizendő Hungarikum-e a fővárosi kétszintű önkormányzati rendszer címmel? Pál Tibor képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, a rendszerváltó pártok sikeres egyessége volt az önkormányzati rendszer kialakítása, és ezen belül a fővárosban a kétszintű önkormányzati rendszer. Óriási helyi energiák szabadultak fel, nagy változások történtek. Bár a fővárosban a két önkormányzati szint időnként nehézkessé tette a döntéshozatalt, ugyanakkor egyben állandó együttműködésre is kényszerítette a feleket. Megjegyzem, nem kisebb városban, mint például Londonban van ugyanehhez hasonló önkormányzati rendszer, tehát ez a kétszintű rendszer. Budapest az több, mint egy város, az ország szíve, Magyarország ablaka a világra. Bár mindig lehet kritikával élni, a tények mégis azt mutatják, hogy Budapest az elmúlt 20 évben együttesen és a keletekkel közösen sok vonatkozásban megújult, élhetőbbé lett. Vegyük csak a belső kerületek nagy tömbrehabilitációit, vagy az Andrássy utat, az Operát, vagy például, hogy jelentősen csökkent a csatornázatlan utak száma, a poros utak száma is csökkent, és hát legutoljára Budapest szívét adták át itt a Madách téren, ami igazán nagyon szép és modern lett. A különböző kormányok politikai összetételüktől függetlenül folyamatosan gondolkodtak arról, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a budapesti közigazgatást, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a város működését. De a kétszintű önkormányzati rendszer az mindig maradt. Ez nem lehet véletlen, mert bár mindig szükség volt korrekcióra, nyilván most is így van, és így lesz majd ez a törvényben, de egy a gyakorlatban már bizonyított kétszintű rendszert nem kell átalakítani. Ezért kérdezem államtitkár urat, most mire készüljön a főváros? A kerületek azok folytathatják-e a lakossággal, a lokálpatrióta szervezetekkel együtt kialakított programjaikat, vagy készüljenek a megszűnésre, a megszüntetésre? A fővárosi önkormányzat továbbra is szuverén döntéseket hozhat majd, vagy a kormányhivatal mondja meg, mit kell tenniük, merre van az előre? Megőrizendő Hungarikumnak tartja-e ön a budapesti kétszintű önkormányzati rendszert? Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Válaszadásra megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, képviselő úr. Bevallom őszintén, hogy addig erre nem gondoltam még eddig, hogy a Hungarikum az a fővárosi önkormányzati rendszert jelenti. Bevallom őszintén, hogy előbb gondolnék esetleg a tokai aszura, vagy a pik szalámira, vagy esetleg a magyar gyümölcs pálinkára. De hogyha ön szerint ez Hungarikum, hát akkor beszéljünk ilyen értelemben róla. Azt gondolom, hogy az önkormányzati rendszer átalakításával a fővárosi önkormányzati rendszernek is át kell alakulnia,
hiszen ön rövid felszólalásában is három helyen említette ennek szükségességét. Talán az egyik legfontosabb, amikor a döntéshozatal nehézségéről beszélt. Én azt gondolom, hogy a magyar önkormányzati rendszer átalakulásával a fővárosban is a döntéseknek sokkal gyorsabbnak és hatékonyabbnak kell lennie. A teljes fővárosi önkormányzatnak sokkal költségtakarékosabbnak, és úgy gondolom, hogy a főváros és az agglomeráció, bizonyos tekintetben az agglomerációban élő polgároknak az igényeit kell minél színvonalasabban és minél költségkérőbben, gyorsabban szolgálnia. Én azt, hogy a fővárosi önkormányzati rendszer egyszintű vagy kétszintű lesz, ezt másodlagosnak tartom. Elsősorban azt tartom megoldandónak, hogy egy új feladat és hatáskor jöjjön létre, és természetesen ahhoz kell, a célokhoz kell igazítani az új fővárosi önkormányzati rendszert. A megjelenő munkaanyagunkban lehetséges irányokat határoztunk meg. Úgy tűnik, hogy a kerületek vezetői és a főváros vezetői leginkább azt az alternatívát tudnák támogatni, amelyben egy jelentős feladat és hatáskör átcsoportosítás történne meg. Mi ezt meg fogjuk fontolni, meg fogjuk gondolni, és az említett célok érdekében fogjuk az előterjesztést a parlament elé hozni, és végül a parlament fog ebben a kérdésben dönteni. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Sós Tamás, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Miért koncepció nélkül alakítják át a szakképzési rendszer címmel? Önné a szó, képviselő úr. Államtitkár úr, tisztelt ház! A kormányzat már egy éve hitegeti az országot, hogy pillanatokon belül átalakítja a szakképzés rendszerét. Nos, egy év után a tervek szerint bevezeti a 9. évfolyamtól kezdődő 3 éves szakiskolai képzési rendszert, és többek között valószínűleg a regionális fejlesztési képzési bizottságokat is megszünteti. Teszem fel a kérdést államtitkár úrnak, hogy a 3 éves képzés ilyen formában történő bevezetése nem-e visszalépés, és gyakorlatilag oktatási szakemberek, szakképzésben dolgozók egyre többen fogalmazzák meg, hogy legalább egy teljes generációról mond le a kormányzat, ami megengedhetetlen. A problémák gyökere ugyanis eléggé összetett, a családi életvitelből következik, sok gyermek óvodába sem jár, illetve későn kezdi az óvodát, mondjuk 5 éves korban. A kisgyerek elsődleges szocializáció a kezdeti fejlesztések nélkül mély szegénységből indul, majd az általános iskolába, és ma nem kevesen vannak. Agresszivitás feltételezhetően ebből következően nőni fog, és a különböző közösségekből ezek a gyerekek kilógnak. Elkerülhetetlen tanulási kudarcait kompenzálni kell, a rendszer így nem fogja, félő, hogyha ez így fog megvalósulni. A felső tagozatban pedig egyre többet hiányzik, néhányszor évet ismétel, túlkorosként egyre elviselhetetlenebb lesz. Bukdácsolva veszi az akadályokat. És gyakorlatilag ezek a gyerekek a szakiskolába bekerülve egyre nehezebben motiválhatók. Gond ezekkel a módosításokkal, hogy a munkaerőpiaci helyzetet érdemben nem javítják, nem lesz biztosabb állása azoknak, akik a 3 éves szakiskolai képzésben vesznek részt. Teszem fel a kérdést, miért akarna több ezer fiatal és pályakezdő munkavállalót mély szegénységben taszítani állami intézkedésekkel? Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, válaszadásra megadom a szót Szomba Sándor államtitkár úrnak. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ön is tisztában van vele, hogy a szakképzési rendszert nem lehet, de nem is szabad pillanatokon belül átalakítani. Ilyet mi nem is ígértünk. Az viszont, hogy a szakképzési rendszer átfogó átalakítása elodázhatatlan, ez vitathatatlan. A szakképzés megújítására vonatkozóan átfogó kormányzati koncepció született, melynek célja a jelenleg nem megfelelően működő teljes rendszernek, és nem csupán egyes elemének az átalakítása. Ön sem várhatja azonban a szakképzési rendszertől, hogy megoldja a korai szocializációs gondokat, hiányosságokat és az alapfokú képzés problémáit. Jelen pillanatban két nagyon fontos probléma van. Egyrészt, hogy túlságosan hosszú az időtartam. Ugye 5 évig tanul egy szakmunkás úgy, hogy az első 3 évben a szakmához semmi köze nincs.
Ez az egyik, a másik pedig, hogy 5 év után olyan bizonyítványt kap, ami elméletileg alkalmassá teszi adott feladat elvégzésére, gyakorlatilag viszont ott kell majd a nagybetűs életben megtanulnia neki a munkát, mert sok esetben iskolában védett körülmények között tanműhelyekbe próbálják elsajátítani a szakmát, ennek biztos, hogy nem lesz így eredménye. Tehát gyakorlatorientáltabbá szeretnénk, és rövidebb időtartamúvá tenni a képzéseket. Az ön által kifogásolt 9. évfolyamon induló 3 éves szakiskolai képzés lehetőség már az előző kormányzat is ugye megtette, úgy fogalmaznék, hogy egy álmoltalan kísérletet tett ugye ezzel az előrehozott szakképesítéssel kapcsolatban, ezt mi sokkal határozottabban kívánjuk megtenni, és a kézi, kvázi hagyományos kézi jellegű munkák esetében döntő többségben 3 éves szakmunkásképzést szeretnénk megvalósítani az elkövetkezendő időszakban, mert meggyőződésünk, hogyha 3 évet megfelelő tartalommal sikerül megtölteni, akkor elegendő a 3 esztendő is ahhoz, hogy jó szakmunkások kerüljenek ki. És szeretném megnyugtatni, hogy a regionális fejlesztési és képzési bizottságokat nem kívánjuk megszüntetni, sőt, adott esetben azt szeretnénk, hogy a felnőtt képzésre is kiterjedjen a hatókörük, mert az nem megy, hogy az egyik szakmát megállítom a szakközépiskola tekintetében, majd esetleg felnőtt képzésben egy ügyes felnőtt képző pedig elkezd képezni kvázi hiány szakmára ugyanúgy, vagy a túlképzésre az állam pénzén, tehát megnyugtathatom, hogy nincsenek ilyen terveink. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt országgyűlés, Száva István, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek. Szándékában áll-e a kormánynak újra megnyitni az eszéki magyar főkonzulátus címmel? Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Az eszéki magyar főkonzulátust 2002. január 26-án nyitotta meg az első Orbán kormány, az eseményen miniszterelnök úr is személyesen jelen volt, aki azt hangsúlyozta, hogy a hagyományos diplomáciai feladatok mellett szimbolikus jelentősége is van ennek az intézménynek, hiszen feladata az is, hogy a magyar nemzet elzsibbadt tagjaiba új életet leheljen. Aztán Gyurcsány Ferencék 2006. szeptemberében a konzulátust bezárták, pontosabban a szocialista szóhasználat szerint a működésének ideglenes szüneteltetése mellett döntöttek. Ez talán nem annyira meglepő a határon túli magyarok iránt érzéketlen, sokszor ellenséges bukott miniszterelnöktől, az annál inkább viszont az, hogy a tavalyi országgyűlési választások óta sokat hangoztatott és mára egyre inkább megkopott nemzetpolitikai fordulat egyelőre legalábbis ebbe a kérdésben sem valósult eddig meg. A külhoni magyarok eleget szenvedtek már a különböző szocialista rezsimeknek az időszakában. Itt az ideje annak, hogy valóban ne csak szavakban, hanem tettekben is melléjük álljon az anyaország. Komoly jelentősége volt az állampolgárság megadásának, de az elcsatolt területeinken érő magyarok ennél sokkal többet, további konkrétumokat és további lépéseket várnának önöktől. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Összetartozás Bizottságának az ülésen egy hozzáintézett kérdésemre arról tájékoztatott, hogy a kormányzati zárolások nem fogják a nemzetpolitikai célokat érinteni. Később mégis megtudtuk, hogy a kormány 600 millió forintot von el a határon túli magyarságtól, és ez főként az infrastruktúrális fejlesztéseket, beruházásokat fogja érinteni. A délszláv háborúk során rengeteget szenvedő, az anyaországtól meglehetősen kevés figyelmet kapó és létszámában is erősen fogyatkozó horvátországi magyarság számára óriási jelentősége lenne a konzulátus újbóli megnyitásának. Erről nemrégiben ott jártam, amikor vezetőikkel találkozva magam is meggyőződhettem, és ezt a kérésüket szeretném most az önök irányába tolmácsolni. Kérdezem tehát a tisztelt államtitkár úrtól, szándékában el a kormánynak ismét megnyitni az eszéki magyar főkonzulátust, ha igen, mikor kívánja ezt megtenni? Annak érdekében, hogy a magyar nemzet elzsibbadt tagjaiba ismét új életet leheljen. Köszönöm szépen, várom megtisztelő, remélhetőleg pozitív válaszát. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. Válaszadásra megadom a szót Németh Zsolt államtitkár úrnak. Önne a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen, hogy felvetette a kérdést. Azt a áttételes kritikát, amit a magyar nemzetpolitikával kapcsolatban elbújtatott a kérdésébe, azt nem tartom túlságosan stílusosnak, de ami az eszéki főkonzulátusnak a kérdését illeti, valóban 2002. januárjában nyitottuk meg ezt a külképviseletünket, Orbán Viktor nyitotta meg, valóban elhangzottak ezek a szavak, és valóban 2006. szeptemberében a
szocialista szabaddemokrata kormány bezárta ezt a képviseletünket, amit nagyon helytelenül tett, hiszen azok az indokok, ami alapján létrejött ez az intézmény, ugye ez a kedvezménytörvény végrehajtása, a gazdasági kapcsolatoknak az elmélyítése, illetőleg az európai előcsatlakozási eszközök igénybevételének a céljával jött létre. Ezek az indokok fönnálltak, és hozzátenném, hogy most a kedvezményes honosítással egy újabb, nagyon fontos indoka lenne az eszéki főkonzulátus újra megnyitásának. Hadd tegyem hozzá azt, hogy azzal, hogy a magyar elnökség egyik legkiemelkedőbb eredményeként a horvát csatlakozási tárgyalások gyakorlatilag a lezárás közelébe kerültek. Néhány napon belül megtörténhet politikai szinten is ennek a csatlakozási tárgyalási folyamatnak a lezárása. Az európai együttműködésnek is egészen szerteágazó gazdasági turisztikai lehetőségei nyilatnak meg. Tehát a kérdésében megfogalmazott elvárással a kormányzat teljes mértékben egyetért, és a külügyminisztérium közigazgatási egyeztetésre elő is készítette már az eszéki főkonzulátus újra megnyitásának a kérdését. Hamarosan döntés várható ebben az ügyben. Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelt Országgyűlés! Jámbor Nándor, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. Munkahelyközpontú gazdaságpolitika munkahelyek nélkül címmel. Jámbor Nándor képviselőt illeti a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Tisztelt miniszter úr! A kormány először a rendvédelmi dolgozók korkedvezményes nyugdíjának felülvizsgálatát, illetve megvonását helyezte kilátásba. Erről ma már tényként beszélhetünk. Majd felmerült mindez a rokkant nyugdíjasok esetében is. El kell ismerni, e nyugdíjazások egy része valóban kiváltotta az emberek felháborodását. Mi, a Jobbik Magyarországi Mozgalom nem azt vitatjuk, hogy indokolta a nyugdíjrendszer felülvizsgálata, etéren alapos végiggondolásra, elemzésre, a komplex kérdések exakt megválaszolására van szükség, nem pedig a szociális háló azonnali felszámolására, a munkaerőpiac felvevő képességén túl. A 120 ezer rokkant nyugdíjasból 70 ezer fő 55 évnél fiatalabb. Számomra elképzelhetetlen, hogy mindannyian csalók lennének, de valószínűleg vannak közöttük azok is szép számmal. Például tudják önök, hogy rokkant nyugdíjásán nyilvánítható az is, aki nem rendelkezik ledolgozott évekkel, azonban vállalt, talán ez némi túlzás, legalábbis szült 4-5-6 gyermeket, hogy felnevelte-e vagy sem. Ebbe a kérdésbe most nem menjünk bele. Ismerjük az 1 millió új munkahely létrehozására vonatkozó tervüket, amelyet 2020-ig akarnak megvalósítani, illetve hallhattuk már azt is, hogy 2015-ig 100 ezer cigány származású embert kívánnak munkába állítani. A kormány által közvetített munkaközpontú gazdaságpolitika pillanatnyilag itt tart. De nem látjuk a választ, és nem látjuk a munkahelyeket sem. Továbbá a megoldást azon problémára, miszerint a mozgósítani kívánt munkaerő tömeg döntő többsége alacsony képzettségű és munkakultúrájú. Tisztelt miniszter úr! Az hosszú távon valóban tarthatatlan, hogy 40-es éveikben járó munkavállalók tömegei 150, 200, 250 ezer forintos nyugdíjjal kikerüljenek a munkavilágából, illetve hogy a jelenleg hazánkban több rokkant nyugdíjas van, mint a második világháborút követően. Ugyanakkor tudom jól, hogy az emberi irítségre építve megpróbálják egymás ellen kijátszani a közepes, illetve kisnyugdíjasokat, tovább folytatják a társadalom különböző rétegeinek szembeállítását, mint ahogy ezt. Arra kérem, válaszában ne erre térjen ki, hanem adjon érdemi információt, mire számíthatnak a korkedvezményes, illetve rokkant nyugdíjasok. Az álláskeresők ilyen magas száma mellett hová kíván a kormány ennyi, akár évek óta inaktív munkavállalót integrálni? Köszönöm, képviselő úr, arra kérem, hogy az időkeretre legyünk tekintettel. Tisztelt Országgyűlés, válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Tisztelt képviselő úr, a kormány legfontosabb gazdasági és fejlesztéspolitikai céljaként a foglalkoztatás bővítését határozta meg. Erre azért volt szükség, mert, mint ön is megállapítja,
nincsen kellő számú munkahely Magyarországon. Ezért a munkahelyek megteremtése a kormány legfőbb célja, ennek érdekében gazdaságpolitikai fordulatot hajtottunk végre. Tisztelt képviselő úr, Magyarország háborúban áll a munkanélküliséggel. A kormány átalakítja a közfoglalkoztatás rendszerét. A közfoglalkoztatási program a munkaaktivitás és a munkakultúra növelésével segíti elő a tartós munkanélküliek, közöttük számos roma ember visszailleszkedését a munkaerőpiacra. A kormány gazdaság és munkaerőpolitikai erőfeszítéseinek eredményei között említhetjük a foglalkoztatottak számának mintegy 30 ezer fővel történő növekedését, az ipari termelés évek óta nem látott jelentős mértékű 7,1%-os emelkedését. A kormány munkahelyteremtés iránti elkötelezettségét jelzi, hogy ebben az évben több mint duplájára 5 milliárd forintra emelte a közvetlen munkahelyteremtésre rendelkezésre álló keretet. Ennek eredményeként jelentősen élénkült a vállalkozások beruházási aktivitása, 372 kis- és középvállalkozás nyerte el visszanemtérítendő támogatást 3095 új munkahely kialakításához. A program közvetett hatásaként további mintegy 6000 munkahely is megőrzésre kerül. Az új álláshelyek döntő többségét, közel 80%-át regisztrált álláskeresőkkel töltik be a cégek. Végül szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a munkavilágát érintő változások a munkaerőkínálat növekedésén túl arra irányulnak, hogy ne a segélyek jelentsék több százezer munkára képes állampolgár egyedüli megélhetési lehetőségét. Kérem válaszom elfogadását. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, a kérdések tárgyalásának végéhez értünk. 16 óra 32 perc van. 16 óra 50 percig szünetet rendelek el.